Meg tudjuk-e újra teremteni az önellátást, illetve hogy ahelyett a kapcsolatrendszer helyett, ami ma működik, és a félelemre alapozódik, illetve arra, hogy a kényszerből és érdekből dolgozol, csinálod a dolgaidat, ahelyett vissza tudok találni a természethez. Hát kétesélyes a dolog, tehát egyelőre úgy tűnik, hogy nem. Tehát a régi kapcsolatrendszerek már nem működnek, ez alatt értem a családot is, a nagy családot, sok mindent, az újak még nem alakultak ki. Tehát egy rendkívül nehéz játék, mi is itt küzdködünk, 14 év alatt, 15 év alatt gyakorlatilag két család van itt a Magfalván, és ennyi. És amíg falból folyik a meleg víz városon, addig nem is lesz több család sajnos. Ami végül is valahol nem rossz, de egyet ne felejtsetek el, hogy ugye mindenki azt mondja, hogy egy fecske nem csinál nyarat, ugye? Ez nem igaz, tehát a nyarat mindig egy fecske csinálja. És ugye mindig azt mondják, hogy tehát nem te semmi vagy porszem vagy, nem tudsz változtatni a világon. Gondoljátok Gandhira, egy 40 kilós faszi volt. 40 kiló. És megváltoztatta, szétesett a munkája nyomán az angol gyarmatbirodalom. És még egy példa van, amit én nagyon szeretek, érdekes módon ez is Indiából. Tehát Indiát én nagyon utálom. Tehát én voltam ott, az életben nem vágyok vissza, az az egyetlen helyföldön, ahol biztos nem megyek vissza. És ennek az egyik oka, hogy ilyen nagyon torz társadalomban élnek. Tehát például bizonyos tartományokban az a szokás, hogy amikor megszületik a leánygyerek, azt egyszerűen megfojtják, mint egy macskát. Mert ugye a leány az hozományt visz, a fiú az hozományt hoz, tehát egyértelmű a dolog, úgyhogy ezekben a tartományokban ilyen 4-5 férfire jut egy nő. És hát ennek megfelelően használják ott a nőket, és volt egy ember, akinek egyetlen egy leánygyereke született, és az is meghalt. És akkor elhatározta, hogy ő ezen változtatni fog, addig törpölt, amíg kitalálta, hogy 111 gyümölcsfát ültet el, amikor a lány születik. És az a 111 gyümölcsfa, mire a leány az eladósorba kerül, ez egy akkora értéket képvisel, ami egy hozománynak felel meg. És abba a tartományba kb. 20 év alatt megváltozott az ivararány, és most már környező tartományokban is. Ezeket azért mondom, mert mindent meg lehet csinálni, nyilván bukik az ember, és sokat bukik, de most nézzétek meg, ha így változik minden, mindenki belepunyad a kis életébe, meg a csak éljen túl valahogy, meg minden, akkor ez megy tovább lefel a föld. Tehát ez mitől javulna bármi is itt? Mitől gondoljuk, hogy majd jön a jó király, ugye, majd jön a jó kormány, és akkor itt minden rendben jön, nem jön itt semmi rendben. Tehát itt valahogy vagy mi fogunk változni, ugye mindenki kívülről várja a változást, hogy már a galaktikus flotta ott áll a hold túloldán, semmi nem áll ott a túloldán. Tehát a változás az csak belőlünk fakadhat. Tehát ha mi képesek vagyunk változni, akkor fog minden változni. Ha nem vagyunk képesek változni, akkor megy az emberiség a lecsóba. Na, úgyhogy én amikor tehát ezen nagyon régóta álmodozom, hogy lehetne itt valamit csinálni, és hát a régi terveim azok voltak, hogy hát volt itt valaha a tanyasi gazdaság, és ez milyen jól működött, ugye tele volt tanyával az ország, meg volt a Kertmagyarország mozgalom a háború előtt, ugye, és tényleg, amikor azt mondjuk, hogy felvirágoztatni Magyarországot, tehát amikor ezt hallom a rádió, hogy virágoztassuk föl Magyarországot a kecskeméti Mercedes gyárral, érted, virágoztassuk föl, tehát felvirágoztatni csak virággal lehet. Tehát csak a természettel együttműködve lehetne itt valamit csinálni, és akkor, amikor elolvastam az Anasztázia könyveket, akkor éreztem úgy, hogy igen, ez a megoldás. Tehát ez az önellátó egy hektáros családi birtokok. Én egy kicsit ezen túl lőttem, amikor... Margit, szóljál, hogyha zavarok, akkor elköltözök otthonról, tudod. Na, tehát tényleg az a megoldás, ezek az egy hektáros önellátó családi birtokok, és nem kell több, mint egy hektár, mert csak arra kell, hogy az ember ellássa magát, és ellássa a családját. És
és a többi az egyszerűen félelmünkből ered, hogy hát akkor miből fogom tanítani egy gyereket? Hát most miért kéne tanítani egy gyereket? Miből tanítatom a gyereket? Ugye, mert még a legértelmesebbek is ebbe például el szoktak akadni, hogy hát miből fogom a gyereket tanítatni? Miért kell tanítatni? Milyen dolog van a világon, amit te nem tudsz jól megtanítani a gyerekednek? Vagy nem tudod megtalálni azt az embert, aki meg tudja tanítani? Úgyhogy én ezeken gondolkoztam így nagyon sokat, és azért nem tudom, hogy mennyire látjátok ezeket az oroszországbeli dolgokat, ez elképesztő, hogy beindult ez az egész Anasztázia mozgalom, meg hát azt gondolom, tudjátok, hogy kormányrendelet alapján mindenki kaphat 1 hektár földet, aki vállalja, hogy biogazdálkodik rajta. Tehát itt is, sziasztok! Szerintem itt is lassan majd ezek a dolgok meg fognak indulni. És ebbe kéne valahogy beleállni, és valamilyen szinten a maga területén mindenki próbáljon kialakítani egy mintát, egy hiteles mintát. És amiben nem hiteles, vagy nem érzi jól magát, vagy nem lelkesíti, azt hagyja a fenébe. És akkor fog ez működni. És nem érdekes a lépték. Tehát itt csomó ember mondta, hogy hát neki csak a balkonon van egy kis izéját, akkor abba kell megcsinálni. Ott is az alapelveket ott is meg lehet csinálni, és ezek nem nagy mágiák, 5 ilyen alapelv van. És ha az ember ezt használja, akkor nem tudja elrontani a gazdaságát. Az első ilyen alapelv az a biotömeg. Tehát ez azt jelenti, hogy az adott területen a legnagyobb létező élő tömeg legyen. Na most itt már kiesnek bizonyos kultúrák, tehát ezek a monokultúrás gabonaföldek meg egyebek, tehát ilyet nem csinál normális ember. Főleg azért nem csinál, mert 35 forintért vásárolják fel a gabonát, jelentem alásan a tűzifa pontosan 35 forintba kerül egy kiló. Tehát ugye ez az ára. Tehát mindegy, hogy búzát termesz, vagy tűzifát, ezt meg nem kell évente újra vetni. És ugyannyi pénzt kapsz belőle. Tehát ezek nevetséges dolgok. A másik, tehát ez nyilván, hogy amit előtérbe sugall, az erdők, illetve az ehető erdők. Erre nagyon sok jó példát lehet ma már látni, és miután az EU hál' Istennek az összes mesdjét kiirtotta, most például támogatást ad ilyen agrárerdészeti rendszerekre. Tehát akinek nagyobb földje van, az kezdje el és vegye föl rá a pénzt, mert elég komoly pénzek járnak rá. Tehát ezek az agrárerdészeti rendszerek, tehát hogy erdősávok közé rakhatsz kis táblákat, vagy erdősávok között lehet gazdálkodni, garázdálkodni, vagy akár az erdősávban vegyesen ültesz gyümölcsfát, erdei fafajokat, és akkor úgy az a élet közösség, ami tisztítja erdőt, az ugye az a gyümölcsösödet tisztítja, nem kell permetezni, stb. A legjobb példa erre, amit én láttam, az egy Ernesto nevezetű ürgéhez kötődik, ENSZ Göcs. Tehát ha beírjátok, hogy Göcs Agenda, akkor egy csomó film fog kijönni, és egy részüket egy barátom, ezek portugálul vannak, hogy jobban értsétek, viszont egy barátom feliratozott egy csomót közülük, úgyhogy ezt érdemes megnézni. A második ilyen pont az a biodiverzitás. Azaz, az élet az nem szereti a monotómiát. Tehát azt szereti, hogy minél bővebb legyen, minél sokszínűbb legyen a természet, és ezért, ha te monokultúrát ültetsz, akkor mindenképpen gyomosítani fog. Tehát ha azt akarod, hogy ne legyen gyomnyomás a területeden, akkor legalább háromféle, ez a hármas, ez egy bűvös szám benne, legalább háromféle kultúrát kell egyszerre ültetni, és ha még egy szabályt betartasz, az, hogy 3 különböző magasságú kultúrád legyen, 3 különböző emelet, akkor gyakorlatilag nem lesz gyomnyomás. És akkor gondoljatok arra, amit úgy hívtak régen, hogy 3 nővér, ugye a paraszti kultúrában, ez a bab, tök, kukorica. Tehát ebbe az volt hihetetlen ebben a rendszerben, hogy majdnem annyi tököt adott, mintha 1 hektár tököt ültetsz, csak tököt, majdnem annyi kukoricát, mintha 1 hektár kukoricát, és majdnem annyi babot, mintha 1 hektár babot, de ezt 1 hektárról. Miért? Azért, mert szinergiába, együttműködésbe léptek ezek a növények egymással. Na most, ha a gyomot el akarod kerülni, meg kell nézni, hogy milyen gyomnövény jön elő, ugye, és akkor abba, tehát a hasonló genetikájú növényt kell keresni. Tehát, hogyha mit tudom, keresztes virágú ilyen izék jönnek elő, ilyen bilimbaszok, akkor mit tudom, próbálj meg helyette káposztát ültetni. Most mondtam egy hülye ötletet, de az a lényeg, hogy nagyjából így működik, hogy minden egyes ökológiai polcon legyen valami.
mert a természet nem tűri a vákumot, és próbál korrigálni. Tehát ez a második lépcső, vagy második elv, amire figyelni kell. A harmadik elv az, hogy mindig borított legyen a felszín. Tehát ugye erre Iván is mindig felhívja a figyelmet, hogyha te tarlót hagysz magad után, akkor az fog történni, hogy ott mínusz 20 foktól a plusz 50-ig minden lesz a földeden. És ugye ez a plusz 50, amikor nyáron ott hagyod a szántott vagy learatott területet, az azt jelenti, hogy gyakorlatilag minden, ami felérje, az kiég a földből. Tehát gyakorlatilag minden élő lény a felső pár centiből el fog tűnni. Tehát nagyon, és a másik, ami nagyon brutális, hát erről Iván biztos, hogy bővebben fog beszélni, az pedig a szántás, ami gyakorlatilag megöli az élőlényeket a földbe. Tehát ugye a fönti lélegző részét, azt leszántod, az megfullad, a lenti része, az pedig felszínre kerül és elég. És mindezt minden évben megcsinálod, és ugye ez a hatalmas széntömeg, ami ilyenkor a légkörbe kerül széndioxid formájában, ezt csinálja a globális felmelegedést. Mindenki keresi, hogy az autók, hát számoljátok egyszer ki, hogy 7 milliárd ember él, legyen 7 milliárd kocsi, és menjen éjjel-nappal. Számoljátok ki a széndioxidot, amit ezek kipöfögnek, és nincs annyi, mint ami a légkörbe kerül évente. Tehát, és akkor most már látják, hogy ez nem tartható, mert ez hülyeség, most kitalálták az újabb Jolly Jokert, a tehénfinktől van a globális felmelegedés, ezt biztos hallottátok már, tehát ne egyél bizteket, mert akkor a tehénfinktől elpusztulunk. Tehát nem erről van szó, arról van szó, hogy a mezőgazdaságtól, a nagyüzemi mezőgazdaságtól, ami gyakorlatilag már több mint a fele felszínén van a földnek, mármint hogy a szárazföldnek, ettől van a globális felmelegedés. Tehát mindig legyen takarva a talaj. Erre is azért régen volt példa, mert ez a zab meg valamilyen pillangóssal, mit tudom én, mivel ültették együtt, bükkönnyel, meg mivel? Mivel ültették együtt a zabot? Lucerna, bármivel. Tehát az a lényeg, hogy learatod a zabot, és nem egy tarló marad utána, hanem kijön a másodvetés. Tehát ezt lehet folyamatosan variálni. Az a lényeg, erről a Kökény Attila tart nagyon jó előadásokat, hogy állandóan legyen a felszín borítva. Most erre a legjobb módszer ilyen nagyüzemi mezőgazdaságban ez a direktvetés, tehát amikor az előző tarlóba beleveted a következő növényt. És például Amerikában csináltak egy ilyen térképet, hogy ilyen globális felmelegedés térképet, hogy hol mekkora méreteket öltött ez, hogy hány tized fokkal ment följébe a hőmérséklet, és két olyan foltot találtak, ahol nem felmelegedés van, hanem lehűlés, és mind a kettő olyan, ahol évtizedek óta direktvetés van. Miért? Azért, mert a direktvetés az ugye hízlalja a talajt. Tehát minden évben nem, hogy szenet veszel a talajból, hanem szenet köt meg, minden élőlény szenet köt meg. És ezek hízlalják a talajt, és ez ilyen 1-3 centit hízik a humusz réteg évente. Tehát döbbenetes eredményeket lehet ezzel is elérni. És emiatt az ugye vonja ki a légkörből a széndioxidot, és emiatt ugye ott visszahűl. Tehát nem lesz meg ez a hőtükör, visszaülnek ezek a területek. Tehát egyszerűen én nem látok más megoldást. Tehát tényleg az a József Attila, aki egy utolsó nagy táltosunk volt, amit leírt, hogy kertész leszek, fát nevelek. Nincs más megoldás. Ja igen, és kellő nappal én is kellek. Tehát nem éjjel Facebookozok, meg 10-kor felverem az egyik szempillámat, hanem tartva a ritmusát a természetnek valahogy megpróbálok benne élni. Na, tehát ez a talajnak a takarása, ez egy rendkívül fontos valami, és erre például Ivánnak ez a mély múlcsa, erre az egyik legjobb módszer szerintem. És még egyet érdemes figyelni, a szukcessziót, tehát az, hogy ha a természet megsérül, akkor próbálja visszaállítani, tehát mindig arra törekszik a természet, hogy a maximális kiteljesedést elérje. Tehát ez azt jelenti, hogy például itt a Kárpát-medencében az erdők voltak azok, amik a teljesen kiterjedt rendszerek voltak. Voltak köztük kis tisztások, de maga az erdő, ugye ott a legnagyobb a biotömeg, a biodiverzitás, stb. Tehát az erdő felé törekszik,
És ez az Ernesto, ez az Ernst Götz, én kint voltam nála Brazíliában, mert elképesztő, amiket ő csináltott. És ő mondott egy olyat, amit nagyon elgondolkoztam, hogy az emberiségnek a legnagyobb tévedése az, hogy a legutolsó eljegesedés után nem vette észre, hogy már nem a sztyeppen övezetbe él, hanem az erdőövezetbe. És folytatta tovább ezt a nagyállat tenyésztést, és ez gyakorlatilag tönkretett minden. Elsztyeppesítette az erdővezetet. Na, tehát ha jót akarunk, és azt akarjuk, hogy a földanya vagy a táj segítse minket, akkor a legcélra vezetőbb erdőket ültetni. Ehető erdőket. Tehát olyan erdőket, amiben gyümölcsfák vannak, amiben ribizli van, málna van, tehát megvan a több szint, ugye? Tehát hagyni kell nagy fákat is, meg kell a tűzifa, kell az épületfa, alatta a gyümölcsfát, alatta az ilyen cserje szinten jöhetnek ezek a mindenféle ehető bogyók, meg szírszarok, és akkor alatta lehet a salátát, a répát, a stb. És közte. És ez egy gyönyörű rendszer, és lényegesen többet ad. Hát az a durva, megnézitek, majd van ott fönn egy videó, két fiatal srác, aki egy ilyen biogazdaságot csinál ezeken az alapelveken. És gondoljátok el, hogy ilyen 150-200 tonnát szüretelnek egy hektárról. Tehát folyamatosan szüretelnek, mindig van olyan, amit el tudnak adni, amit piacra tudnak vinni, közben ő az erdőjük. Tehát az csak bónusz, hogy közben kapnak ugye ezért, tehát hogy megélnek belőle. És figyeljetek, ez az út, tehát mindig két út van az ember előtt. Az egyik a kínai út, hogy ugyanazt a szart csinálni, mint a többiek, csak olcsóbban. Érted? Ma minden, az egész magyar mezőgazdaság ezen alapul. 35 forintos búza. Mondom, egy kiló tüzelő ára. A másik út pedig csinálj olyat, amit csak te tudsz csinálni, amit csak te értesz. És annyien növény van, hihetetlen. Tehát nagyon sok olyan, tehát most kezdi felfedezni az orvosoknak az értelmesebbje, hogy vannak úgynevezett funkcionális élelmiszerek. Tehát olyan élelmiszerek, amik önmagukban gyógyítanak. Tehát nem kell gyógyszer, stb. Tehát valami megbillen benned, és akkor kapsz egy, mondjuk mondok egy hülye példát, nagyon sok embernek kéne vérhigítót szedni, mert be van sűrűsödve a vére, meg a margarintól, meg a többi ilyen kőolaj származéktól, ilyen gyakorlatilag polimer darabkák vannak a vérébe, és nagyon sűrű a vére. Egyébként ezt méri a triglicerid szint. Tehát nem a koleszterinre kell figyelni, hanem trigliceridre. A többi az felejtős az egész izéből, névsorból. Na, tehát nagyon sok embernek adnak emiatt ilyen mindenféle vérhígítókat, amik aztán teljesen tönkreteszik a szívét, a máját, stb. De most nem erről akarok beszélni, hanem például az afrikai harcsa, az a fél életét ilyen kőformájába tölti. Tehát, hogy kiszárad az a tó, amiben él. Nem tudom, láttatok-e ilyen filmeket, hogy ugye mennek a sivatagba az izék, a mit tudom én, nem tudom, hogy hívják ezeket, nem beduin, valami hasonló. Mi? Az ausztrál sivatagba, de az afrikai harcsa. Na mindegy, elég az hozzá, hogy megy ez a fasz ilyen izékkel, és akkor egy ilyen követ felszúr, egy ilyen nagy klosszit szétveri, és akkor elkezd ugrálni benne a hal. Mert egyszerűen olyan anyagokat használ, olyan nyákot képez maga köré, ami tökéletesen, tehát egy tökéletes burkot csinál, ami antibakteriális, ami vízmegtartó, stb. Na például az afrikai harcsának a fejéből csinál egy erdélyi orvos egy ilyen pástétomot, és azt adja a betegeknek. Ez egy tipikus funkcionális élelmiszer. Tehát olyan élelmiszer, amivel gyógyítani lehet, de nagyon sok ilyen van. És például ezeket kell, vagy gyógynövényeket termeszteni. Figyeljetek, valaha a herbária látta el fél Európát gyógynövénnyel. Most meg a kínai lejárt szavatosságú penészes szarokat adják nekünk, érted? Tehát nagyon nagy szükség lenne gyógynövényekre. De nem úgy, hogy ültetek 10 hektár kamillát, mert ez megint nem biodiverzitásban van, megint egymás elől tudják csak elvenni a nyers, a táplálékot, és ezért semmilyen hatásuk nincs. Tehát ezért nincs ma a kamillának hatása. Tehát régen az öregeknek ott rotyogott a sparer célén, és bármi volt, bármit lehetett vele fertőtleníteni. Ma nincs hatása, próbáljátok ki. Mert termesztik a kamillát nagyüzemileg. És ez mindenne így van. Tehát én azt mondom, hogy azt tudom, hogy itt páran vagytok, akik ilyen termelők, meg minden, hogy ebbe az irányba kéne elmenni. És ezzel kéne foglalkozni. Na, tehát a biodiverzitás, nem, elnézést, a szukceszió, az arról szól, hogy ha te
megsérted a természetet, a természet próbálja magát újra csúcsra járatni, és ezt például az indiánok úgy használják ki, hogy ott a csúcs vegetáció az az őserdője, mint 80 méteres fákkal. És akkor égetnek bele egy léket. És akkor a természet hogy próbálja magát rendbe rakni? Ha bemész, megnézel egy rendes, hagyományos alföldi erdőt, tehát nem ezt a 620-as nyárfa erdőt, hogy várja a róka a 620-as nyulat, hanem egy rendes erdőt, ami természetes úton jött létre, akkor azt fogod látni, hogy fű, tehát van egy szerkezete. Gyorsan letörlöm, mielőtt a világ jön, de akkor gyorsan felrajzolom. Van egy lencse szerkezete. Ez a lencse, ez önmagában elég ahhoz, hogy átfúj felette a szél, és nem szárítja. Tehát így önmagát védi a szárazságtól. És akkor itt van a fű, magas fű, cserje, bokor, alacsony fák, magasabb fák, stb. És így ugyanígy. Na most, amikor te csinálsz egy léket, akkor nagyjából ez a folyamat megy végbe. Tehát az azt jelenti, hogy először fűvel gyógyítja magát a természet. Tehát megjelennek az alacsonyabb fűfélék. Tehát nagyszerű, akkor oda már is lehet gabonát ültetni az első évben. Igen? Igen. Második évben már a magasabb füvek jelennek meg, tehát jöhet a kukorica. Harmadik évben megjelennek a cserjék, jöhet a kakaó, a kávé, stb. Stb. Negyedik évben, értitek? És így szépen begyógyul az erdő 10-20 év alatt, de közben mindent ad. Most azt az indiánok úgy oldják meg, hogy van egy egyéves tisztásuk, egy két éves, egy három éves, egy öt éves, egy 10 éves. És ilyen tisztások között garázdálkodnak. És mindent a természet sokkal jobban növeszt, mert abban a szukcessziós fázisban van. Ez kell neki. Tehát ilyen tök egyszerű. És ezért mondom sokszor, hogy egyszerűen meg kéne figyelni a természetet. Tehát, hogyha hozzá segít a Jóisten egy darab földhöz, akkor nem azzal kezdem, hogy legyalulom, meg lerandapozom, hanem megnézem, hogy mit kezdene magával a természet, ha hagynám. És egy darabig csak figyelem. És akkor utána bele lehet nyúlni ezekbe a folyamatokba, szépen finoman, tesztelni. Tehát például volt egy Halász Ferenc nevezetű barátom, aki nagyon szeretett volna egy tölgyfaerdőt, de erre soha nem volt pénze, úgyhogy vett egy rontott akácost. Tehát akácos, egy tájidegen fajta, és még akác erdőnek is rontott. Tehát ez a mai világ egyébként, ha valaki úgy kedveli az áthallásokat, és nem azt csinálta, hogy kivágta a fákat, kituskózta, csemetekert, újraültette, locsolgatta, stb. Hanem egyszerűen ment a akác erdőbe, és mindig volt nála egy pár zsebnyi mak. És tesztelte az erdőt, értitek? Hogy mindig elszórt egy, berúgta a zavar alá, vagy volt egy csúzdival, lőtte be a sűrű, ilyen sűrű bokrok közé, és ahol a természet válaszolt, tehát megjelentek a kis tölgyfacsemeték, ott rásegített, ráerősített. És ez volt a lényeg, hogy így gyakorlatilag mindenféle marha nagy munka és befektetés nélkül szépen megjelentek ezek a kis tölgyfa csemeték, és fölé nőttek az akácnak. És az akácnak a lényege, ez egy lombzáró fa. Tehát ha nem ő van felül, alulszorul valaminek, akkor eltűnik. Tehát így lehet a mai világból, ha valakinek van füle a hallásra, így lehet átalakítani ezt a másik világot, nem szembe venni vele. Egy darab gyulai megérkezett. Tehát nem szembe menni a mai világgal, tehát ne a rossz ellen küzdjünk. Itt bukik el mindig mindenki. Itt buknak el a forradalmok, hogy küzdjünk a zsarnok ellen. Mi a szarért? Minek? Minek küzdesz a zsarnok ellen? Nem, küzdjél a jóért, és akkor minden működni fog. És akkor fogadjátok szeretettel Gyula Ivánt! Yeah! No, kezdj sok, jó napot kívánok! De Gábor, ez egy vicces ember, mert hát, hogy az az igazság, hogy ha nem vetitek, akkor nem tudom, hogy miről beszélek. Tehát így, azért szoktam vetíteni, hogy tudjam, hogy... Igen, lehet ilyen izéket, tudod. Wow, wow. Úgyhogy most meg kell találnom a gondolataimat, hogy mi is van azokon a diákon. Na, talán azzal szeretném kezdeni, hogy... Tehát talajjal egy picit, hogy... És akkor ezek rajzolni fogok itt.
Rongyoskodj, gyere onnan. Tehát, hogy ezek fűszálak, meg falevelek akarnak itt lenni. Tehát mindegy, itt van valami erdőféle. Ide kimegy az ember, akkor látja, hogy falevelek vannak a főt felszínén. Most elállok, mert nem látja remek faleveleimet. Tehát, hogy és hogyha ezt megfigyeljük, akkor télen-nyáron falevél van. Ez azért nagyon fontos, mert ez a falevél az, ami megakadályozza azt, hogy a talaj a külső hatásoknak ki legyen téve. Tehát, hogy az erodálódjon, elvigye a szél, vagy kiszáradjon, vagy éppenséggel betömörödjön, vagy éppenséggel ugye az a folyamat, ami a nem ilyen földeken van, hogy a talaj állandóan pusztul. Tehát itt a talaj képződik, ahol van egy ilyen takaró, és akkor, hogyha van talajképződés, az attól van, mert van rajta szerves anyag, és akkor ezt a szerves anyagot az élőlények bontják, tehát élet is van, ebből az következik. Na most, hogyha megnézzük, hogy mi van ez alatt, a réteg alatt, akkor hát attól függ, hogy mennyi szerves anyag jut ide. Mondjuk egy erdőbe, attól függően, hogy milyen erdőről beszélünk, 1-től 7 tonna falevél az, ami évente lehullik egy hektáron. És egy ilyen 1-től 5 tonna fa korhadék, tehát ágak, elkorhadó fák, amik bedőlnek. Ezek képezik ezt a bizonyos felületet. És hogyha alatta megnézzük, akkor ott van egy olyan réteg, amit úgy nevezünk, hogy korhany. Tehát ezek az anyagok azok, amik már itt fent elkorhadtak, de még mondjuk a falevél vagy a fák felismerhető. Tehát itt teljesen felismerhető minden fent, amit látunk, alatta pedig már ilyen elkorhadó dolog található. És hát ez alatt, a réteg alatt van az úgynevezett televény. Előttem az egyik előadó kérdezte, hogy ismerik-e azt a szót, hogy humusz. Tehát teremben mindenki ismerte azt a szót, hogy humusz. Ha megkérdezném, hogy ki ismeri ezt a szót, hogy televény, azt már ugye nem tudják beazonosítani, hogy ez a humusz. Csak hát ez egy szép magyar szó, de elfelejtettük úgy, ahogy a televény sincs a földbe, mert hogy nincs a talajnak önálló televény rétege, mióta a talajt mozgatja, műveli az ember. Tehát ez a felső három réteg, az, ami a növény táplálása szempontjából rendkívüli módon fontos. Ugye hát alatta van ezt szokták A1 színnek nevezni, ezt szokták A00 színnek nevezni, vagy AOO, ezt AO-nak, ezt A1-nek, és az A2 szín, ahogy jön lefelé szivárog a víz, az oldható elemeket magával viszi, és ezek az oldható elemeket ide kimossa. És akkor ezt szokták hívni úgy, hogy kimosódási zóna, ez meg úgy, hogy felhalmozódási zóna. És egy picikét szeretném elmondani azt, hogy miért van az, hogy itt a tetején megmarad a falevél, alatta elkorhad, itt meg ugye egy ilyen televény talaj keletkezik. Tehát ahhoz, hogy a szerves anyag, akármilyen szerves anyag, itt gyűjtünk egy kis füvet, vagy kaszálunk, vagy kitépdessük már megint a gyomokat, tehát ahhoz, hogy az el tudjon korhadni, ahhoz szükség van egy optimális szén-nitrogén arányra. És ez nevezetesen 30-35 szén aránylik az egy nitrogénhez. Hát ahhoz, hogy egy szerves anyag gyorsan elkorhadjon, ahhoz erre az optimális szén-nitrogén arányra van szükség. Tehát hogyha ezt a szerves anyagot a paránylények, megint csak nem magyar szóval mikroorganizmusok, kézbe veszik, akkor ebből a nitrogént beépítik a szervezetükbe fehérjeként, örökítő anyagként,
illetve valamennyit a váz szerkezetükbe, a szénből valamennyit a váz szerkezetükbe, és a 60%-át ennek a szénnek elfüstölik, tehát energianyerésre használják fel. És ezért a szerves anyagokból, hogy azok elkorhadnak, magába a komposztba vagy a talajba a szén-nitrogén arány az 10, az 1-hez lesz. Jó? Tehát ez a rendes, normális talajnak, ahol már a szerves anyagok bomlása bekövetkezett. Tehát még egyszer azért, mert hogy a szén elfogy az energianyerésre. Na most, tehát az egyik feltétel, ez az optimális szén-nitrogén arány. Ugye kell hozzá 40-60% nedvesség, mert hogy azok a paránylények, akik ezt a lebontást végzik, ők nem csak ugye különböző elemeket vesznek fel, de a víz az nélkülözhetetlen az élethez, és természetesen az oxigén is. Tehát kell 46% víztartalom, kell elegendő oxigén, és még van egy feltétel, az a megfelelő szemcseméret. Tehát hogyha egy ekkora fatörzs dűl ki az erdőbe, azt nagyon nehezen fogja a természet lebontani. Tehát kell, hogy a gombafonalak behálózzák, aztán 200 év, 300 év, mire az teljes mértékben eltűnik. No, tehát a lényeg ez a négy feltétel, hogy a szerves anyag lebomoljon. Most amikor a falevél lehullik, most visszatérek ide. Tehát amikor a falevél lehullik a fáról ősszel, akkor az pontosan optimális szén-nitrogén arányú. Tehát az jó lenne, hogy komposztálódjon. És az a helyzet, hogy itt a felszínen ez kiszárad. Tehát ez a 40-60%-os víztartalom, mint feltétel hiányozni fog. És ezért van az, de mondanám, hogy szerencsére, hogy ez nem korhad el, ez a felső réteg. Tehát azért nem korhad el, mert ezekből a feltételekből kettő hiányzik. Az egyik először nem hiányzik, és majd hiányozni fog, miután kiszárad, ezért a szén-nitrogén arány elmozdul a szénnek a javára. És hát ugye úgynevezett rostos humuszképző lesz belőle, tehát hogyha valaki ilyennel mulcsol, például csak száraz falevéllel, vagy szalmával, vagy szénával mulcsol, az várhatja, hogy ebből majd talaj keletkezzen. Tehát védeni fogja a talaj felszínt, sőt, minél inkább ugye rostos humuszképző, tehát arányaiban minél több benne a szén, annál inkább sokkal lassabban fog lebomlani. Na, de hát itt az a szerencse, hogy a falevél megmarad, és ezt a védelmi funkciót betölti. Na most a másik fontos dolog, ugye, hogy alatta ez a korhany nevű réteg, ez azért tud már korhadni, miután a felső száraz réteg megvédi attól, hogy kiszáradjon. Illetve ebből a kimosódó nitrogén ezt az alatta lévő réteget fogja gazdagítani. Tehát ez azért tud korhadni. Ez azért nem, mert hiányzik a feltétel. Itt megvan minden feltétel. És a televény talaj az pedig úgy keletkezik, hogy a talajban lévő élőlények azok összekeverik a korhanyt a talajban lévő ásványi anyagokkal. És hát ebből lesz ez az idegen szóval nevezett humusz, aminek senki nem tudja egyébként a molekuláját leírni, mert sok próbálkozás történt, ez valahol még mindig lebeg a levegőbe. De a lényeg az, hogy például, hogyha valaki komposztál, akkor idáig tud eljutni, tehát csak korhanya keletkezik. Hát ahhoz, hogy abból televény talaj legyen, az ugye a földdel együtt kapcsolatba tud csak kialakulni. Na ez ott az egyik bevezető dolog, amit nagyon fontos megérteni, azért, hogy majd megértsék azt, hogy miért is kell úgy mulcsolni, ahogy én ezt el fogom mondani. A másik fontos dolog az, hogy ugye azt mondtam, hogy ezt nevezik kimosódási zónának, ezt meg felhalmozódási zónának. Na most ez nyilvánvaló mindenki beláthatja, hogy akkor intenzív ebből a felső rétegből a tápanyagoknak a kimosódása, hogyha
nincs ez a takaró a talajnak a felszínén. Ez a televény, ez a kimosódási zóna, és ez a felhalmozódási zóna. Tehát ugye az, hogy milyen intenzív a kimosódás, az ez a takaró réteg szabja meg. Tehát ez azért nagyon fontos, mert hogyha van nekünk egy kertünk, vagy van nekünk egy szántóföldünk, ugye azzal, hogy mi felássuk a földet, vagy felszántjuk a földet, ezt a réteget, ezt megszüntetjük. És ezt pedig, ezt a televényt összekeverjük, ugye belekeverjük a talaj többi rétegébe. Na most, ma arról beszélünk, hogy mekkora a talajnak a humusz tartalma. De tetszenek látni, a talajnak nem humusz tartalma van, hanem egy önálló televény rétege van. De hogyha mi állandóan bekeverjük a földbe, akkor humusz tartalma lesz. De miközben keverjük a földbe, tehát mozgatjuk a talajt, ugye folyamatosan oxigént juttatunk a talajhoz, és ez az oxigén eloxidálja ezt a televényt, magyarul mondva a szenet kiégeti a talajból, és az széndioxid formájában eltávozik belőle. Tehát ezért van az, hogy a talajnak a szénvagyona az folyamatosan csökken. Azt kellene megérteni, ugye, mert amikor erről beszélünk, akkor egy mezőgazdásznak az van a fejében, hogy minek a talajba szén? Hát a talaj honnan veszi fel a szenet? Levegőből, széndioxid formájában. Úgyis sok van, tehát jó, hogy fölveszi, nem? De a probléma az az, hogy a szén az nem ezeknek a növényeknek kell, hogy felvegyék a fotoszintézishez, hanem az a talajban élő parány lényeknek kell, ugye azért, mert onnan nyerik az energiát, meg a felépítő anyagot a testükhöz. És akkor most jön az, hogy most ki az elsődleges a számunkra, a növény, vagy a talajban lévő egyéb paránylények, ugye, hogyha ezek egész pontosan baktériumok, aktinobaktériumok és gombák. Ugye ezeket nevezzük paránylényeknek, és sajnos az a válasz, hogy a növénynek a táplálása ezek nélkül lehetetlen. Illetve, mint ahogy tetszenek látni, lehetséges, mert mit csinál a kertész, meg mit csinál a mezőgazdász, nyakon önti őket tápoldattal. Tehát azt kell megérteni, hogy a talajban az elsődleges az, hogy helyrehozzuk ezt az úgynevezett televényréteget. Ha van televényréteg, akkor van benne élet. Élet azért van benne, mert ez a televény ez folyamatosan kap ennivalót, tehát ezt a szerves anyagot, ugye, ami oda jut a felszínre, minden év belepereg. És akkor, ha a talajban van élet, akkor a növényt ez az élet tudja táplálni olyan módon, hogy a talajban minden olyan tápelem, ami egy növénynek kell, a legrosszabb talajban még Gábornak elmondanám, hogy még ebbe az általa sokat szidott területen is, minden ott van, ami a növényeknek kell. Az egy élővilágon minden ott van. A sivatag az a terület, ahonnan annak eltüntetett minden felesleges élőlény. De az embert ott hagyta. Na, tehát, hogy a lényeg az, hogy ez azért van, mert a talajból borzasztó kis mennyiségű tápelemet vesz fel a növény. Ez a 1,5-2% az összes felvett anyagnak. Ugye, tehát a talajban tulajdonképpen a mikroelemeket fogja, talajból a mikroelemeket fogja leginkább fölvenni. A szerves anyag, amit felvesz, ugye az az elhalt életnek a bomlásából származik. Tehát azért fontos, hogy élet legyen a talajban, ez az élet folyamatosan elhal, és ugye újra képződik belőle a szerves elemeknek a tömege. Tehát úgy fog a növényhez foszfor, meg nitrogén jutni a szerves anyagok lebomlásából gyakorlatilag. A másik, ugye, ami a legnagyobb mennyiségű testfelépítő anyag, a szén, a hidrogén, nitrogén, oxigén, ez pedig a levegőben meg a vízben van. Tehát ezért van az, hogy nagyon-nagyon kevés dolgot vesz fel a növény a talajból mennyiségileg. Az egy más kérdés, hogy az a kevés, az limitálja, korlátozza annak a soknak a felhasználhatóságát.
Tehát senki ne keseredjen el, ne is foglalkozzon azzal, hogy ki mit mond a talajára, abban minden ott van. Egy dolog nincs benne, az élet. És ez az élet azért nincs benne, mert kiszekáltuk belőle. És mivel szekáltuk ki? Azzal szekáltuk ki, hogy ássuk és szántjuk. Most ez pedig ugye úgy függ össze, hogy ezek a paránylények, akik ezt a szolgálatot végzik, hogy együtt működnek a növénnyel, ezek a talajnak a különböző rétegeiben, ugye annak megfelelően helyezkednek el és végzik a munkájukat, hogy mennyi oxigén van a talajban. Hát teljesen nyilvánvaló, hogy fent a talaj közelebb van a levegőhöz, tehát a pórusokat sokkal jobban kitölti az oxigén. Minél jobban lejjebb megyünk, és minél tömörödtebb egy talaj, annál inkább ugye átalakul anaerob közeggé. Na most így helyezkednek el benne a baktériumok is, hogy azok, akik oxigénnel tudnak lélegezni, hát azzal a legkönnyebb lélegezni, azok ott vannak ebbe az úgynevezett aerob dinamikába. Azok pedig, akiknek nem jut oxigén, azok a nitritből, nitrátból szerzik az oxigént. Ez egy sokkal bonyolultabb, nehezebb kémiai reakció. Ugye abban energiát kell fordítani. Tehát ez a normális elhelyezkedése a baktériumoknak, annak megfelelően, hogy mennyi oxigén van a talajban. Most jön az eke, és megfordítja a talaj rögöt. És az, ami lent volt, az felkerül, ami meg fent volt, az lekerül. Hát az könnyen letudhatjuk, hogy ami fent volt, az lekerült alulra, az anaerob dinamikában az megfullad. Hát az rögtön elpusztul. Most viszont aki lent volt, és anaerob körülmények között élt, az felkerül a levegős környezetbe, és az ott megörül neki, hogy most hú, de jó helyem lett. Tehát sokkal könnyebben, egyszerűbben, kevesebb energiával tud ugye energiához jutni, mármint hogy égetni és az energiához jutni, és ilyenkor ezeknek a száma felszaporodik. Megnő az aktivitásuk, csak az a probléma, hogy ugye az a tápanyag, az a szén, ami a talajban van, ő azt gyorsan elhasználja, mint az agar-agar kocsonyán ugye a petri csészébe a baktérium tenyészet. Amikor elfogyott a tápanyag, akkor elpusztul. Tehát ezek is elpusztulnak, csak először megnő a számuk, megnő az aktivitásuk, és majd elpusztulnak, de közben ez a talaj szén veszteségével jár együtt. Na, tehát, hogy így aztán, hogyha összehasonlítanánk ezt az ilyen talajt, ami ez a normális szerkezetet mutatja, akkor mondjuk egy ilyen barna erdei talajban van 15-től 35 tonna élet, ebbe meg, amit itt össze-vissza mozgatunk, szántunk, még egy nagyon jó minőségű szántóban is legfeljebb 4 tonna élet van hektáronként. Ez úgy ért, hogy 100-100 méter tetszőleges mélységben mindenkit felteszünk egy mérlegre, akkor ezeket a mennyiségeket kapjuk. Tehát mindegy tized részére csökkentettük az életet. Na most jön a legfontosabb dolog, hogy mi a bánatnak kell, mi ez a veszteség, mi hogyha azt mondjuk, hogy talajlakók, akkor mindenki gondol a, nem tudom én, erre, arra, amarra, micsoda kártevők élnek ott a talajba, de hát ez egyáltalán nem igaz, nem kártevők élnek benne, hanem olyan élőlények élnek, akik természetesen egy nagy ökoszisztémát alkotnak a talajba, és végül is együtt élnek a növénnyel. Tehát azt kell világosan tudnunk, hogy a növények azok szimbiózisban élnek a talajlakó baktériumokkal, a legtöbbjével, persze vannak ott ellenséges baktériumok is, és gombákkal. Tehát ezeket nevezzük ugye mikorhizagombáknak. Na most ezt úgy kell tessenek elképzelni, hogy amikor elültetünk egy magot, de ez a mag kapott a szülőktől tápanyagot, amit elvitt magával a magként, és hát azért kapt ezt a tápanyagot, hogy majd ebből hajtja ki a rügyecskéjét, meg a gyököcskéjét. Igen ám, de amikor a gyököcskéjét elkezdi hajtani, akkor ebből a tápanyagból csak nem a felét kiválasztja ennek a gyököcskének a felszínén. Tehát a gyökérnek a felszínét nevezzük rizoplánnak, arra pedig egy mucigél nevű nyálkás réteget választ ki, és ebbe gyakorlatilag cukrokat, szabad aminósavakat
választ ki, amelyek, mondom, ebből a tartalék tápanyagból kerülnek ki. Szóval bolond ez a növény, hogy abból a kis tápanyagból, ami magban van, ilyen nagy mennyiséget lead a környezetének. Hát egyáltalán nem bolond, hanem az történik, hogy megereszketi a gyökerét, akkor szó szerint, miten cukrot válasz ki rajta, magához édesgeti a talajban lévő baktériumokat és gombákat. Úgy hívjuk ezt, hogy kolonizál. Tehát oda hívja őket. Hogyha megvizsgáljuk egy növénynek a rizoszféráját, közvetlenül a gyökérzetét, akkor azt fogjuk látni, hogy a gyökérzeteinél van minden baktérium és minden gomba, és a talajban körülötte szinte semmi sincs, hiszen ott nincs ingyen táplálék a növénytől. Na de a növény feláldozza ezt a nagy mennyiségű tápanyagot, és amiből fotoszintetizál, abból is folyamatosan leadja ezeknek a talajlakóknak, de mit kap cserébe? Tehát azt kapja cserébe, nagyon sok mindent kap cserébe, de a növény táplálás szempontjából azt kapja cserébe, hogy a baktériumok, ugye azt, amit mondtam, hogy minden tápanyag ott van a talajban, elemi formában, de nincs, ha nincs élet, akkor azok nem fognak átalakulni tápoldatokká. Tehát a baktériumok azt csinálják, hogy a tápelemeket tápoldatokká alakítják át, és ezeket a tápoldatokat, amihez egyébként a gombafonalak biztosítják a vizet, a nedvességet, a gombafonalak ezeket a tápoldatokat egészen beszállítják a növénynek a sejtjei szintjére. Tehát be vannak kötve kis labdácskákkal, kis horgonyokkal a növényeknek a sejtjeibe. Tehát azt kell megérteni, hogyha ez nincs, ez az élet, ez a megfelelő mennyiségű élet a talajba, akkor nincs természetes növény táplálkozás. Hiába van minden ott a talajba, nincs, aki elvégezze ezt az oldatkészítést és ezt a beszállítást a növényhez. Na, és akkor itt jön az, hogy mit fogunk csinálni, hát természetesen műtrágyázni fogunk. Igaz? Tehát mi mesterségesen viszünk be műtrágyákat. Egészen elképesztő dolgot csinál az ember, és itt valami nagy technikai bravúrként éli meg, hogy mondjuk egy lukas vödörbe, műanyag vödörbe belerakja a kőzetgyapotot, beleültette az uborkát, meg a paprikát, és akkor tápoldattal locsolja. És akkor eszi, viszi a piacra, primőrként, ja, jó étvágyat kívánok. Tehát ennek teljesen nyilvánvaló semmi köze nincs az egészséges táplálékhoz. Hogyha nincsenek ezek a szolgáltatások, tehát nincsenek ezek a baktériumok, nincsenek a gombák, mesterségesen táplálunk. Nem igazán tudjuk mi azt eldönteni, hogy mi az, amire egy adott növénynek egy adott helyen szüksége van, és innentől kezdve ugye ez a mesterséges növénytáplálás, főleg a túlzott nitrogén adagolás, oda vezet, hogy a növényt egy nagyon intenzív növekedésre kényszerítjük. Ugye mindennek van egy normális ütemű fejlődése, nem lehet belőlem, vagy nem lehetne belőlem 2 éves koromra 2 méteres embert nevelni, de mi gyakorlatilag a mesterséges növénytáplással azt csináljuk, hogy szétcsúsztatjuk a fejlődésnek az ütemét, tehát abnormális a növekedés, aminek az a következménye, hogy a sejtek megtelnek vízzel és megtelnek levegővel, a tősejtek elnyúlnak, és innentől kezdve a növények védtelenné válnak, legyöngül a szervezetük, és támadhatóvá válnak az úgynevezett kártevőkkel szemben. De azt szeretném hangsúlyozni, hogy szóval mi azért beszélünk kártevőkről, mert kártevőkét tesszük a környezetünket azzal, hogy hát felkínáljuk nekik, hát itt van ez a legyengült növény, ez gyertek. Plusz csinálunk egy hatalmas monokultúrát, és akkor megint ugye, azt csodálkozunk rajta, hogy akkor most mi van. No, és hát akkor ennek az a vége, hogy a növényvédelemmel kíméljük meg a növényeket attól, hogy ők maguk védekezzenek. És itt jön a nagy baj a táplálék minőségünk szempontjából, mert hogyha a növény nem tud önmagától védekezni, mert mi megvédjük kémiai anyagokkal, de itt van egy kiszólásom, tehát biológiai
termesztésből is ugyanezt csináljuk, csak nem szintetikus vegyületekkel, hanem a természet vegykonyhájában készült vegyületekkel védjük a növényeinket, de a végeredménye olyan szempontból ugyanaz, ha én védem mesterségesen a növényt, akkor ő nem fog megküzdeni, és nem fog ellenanyagot termelni, és innentől kezdve ugye a beltartalma lecsökken. Tehát azt kell látni, hogy egy növényben ugye kétféle anyag keletkezik a anyagcsere során. Az egyikek a úgynevezett elsődleges anyagcsere termékek. Hát ezek a cukrok, a fehérjék és a növényi olajok, ugye, és emellett keletkeznek másodlagos anyagcsere termékek. A másodlagos anyagcsere termékek az ember számára nem képeznek testépítő táplálékot, hanem ezek adják a beltartalmat. Tehát ugye, vitaminok, aztán polifenolok, mondjuk ezek között leginkább ismerjük a flavonoidokat. De hát ezek mind olyan, vagy különböző poliszaharidok, tehát ezek azok, amelyek az ember számára ugye nem emészhető táplálék, nem fog a test növekedéséhez hozzájárulni, viszont a testünk egészségének a védelmét szolgálják. És hogyha a növény ezeket nem termeli meg, ugye mert csak állandóan azt várjuk tőle, hogy elsődleges anyagcsere termékeket termeljen, hogy minél gyorsabban nőjön meg kilóra, többet tudjunk produkálni a piac számára, akkor ugye ezek szépek, nagyok, csak az a baj, hogy belül üresek. És ugye mi egy ilyen belül üres táplálékot fogyasztunk el a piacról. De azért ne ilyen legyen a táplálék, ahogy ezt helyre kell állítani. Nekünk nem kell tudni semmi mást. Nekünk csak annyit kell tudnunk, hogy ha van egy ilyen talajszerkezetünk, akkor ebbe biztosak lehetünk, hogy minden olyan élet benne van, ami ezt a természetes növénytáplálást el fogja végezni. Akkor már csak annyi dolgunk van, hogy ne piszkáljunk már még bele a kertünkbe azzal, hogy majd ezzel meg azzal permetezgetünk, se biológiai úton, se semmiféle úton. Tegyük ki a növényt egy bizonyos féle támadásnak. Ha kiteszünk a növényt egy bizonyos támadásnak, akkor a növény védekezni fog, úgynevezett fitoncidokat termel, és ezek azok, amik ugye majd a mi számunkra beltartalmi értéket fognak szolgáltatni. Tehát mondjuk ez a magyarázata annak, hogy be kéne fejezni a szántást, be kell fejezni az ásást, be kell fejezni a műtrágyázást, be kell fejezni az öntözést, be kell fejezni a vegyszerezést, és helyre kell állítani ezzel szemben a talajnak az eredeti szerkezetét. Minden többi mást el kell felejteni. Na most a kérdés az, és akkor ez a technikai része a dolognak, hogy hogy lehet megcsinálni azt, hogy ilyen talajt csináljunk. És hát ősidők óta használja az emberiség az úgynevezett talajfedési módszereket, amit ilyen német szóval ugye mulcsnak nevezzünk, de nevezzük ezt magyarul talajtakarónak. Tehát ugye régen ez úgy volt, hogy a gazdag parasztnak, akinek volt jószága, az annak volt trágyája. És akkor trágyát éllelt, hát most senki ne gondolja azt, hogy a trágya az jó lenne a növénytáplálásban. A trágya az ugyanolyan rossz, mint a műtrágya, ezt csak szeretném elmondani gyorsan. Nevetséges a dolog. Tűnik, ugye a trágya élelésnek az a célja, hogy minél több nitrogént tartsunk meg abba a trágyába. És akkor kivitték az almot, összetömörítették kővel, megtakarták, letömörítették, hogy minél több nitrogént megőrizzenek benne anaerob körülmények között. Szóval, amikor a trágya megérett, akkor ugye kivitték a földre, szétszórták és beszántották a földbe. Tehát ami nitrogént addig megőriztek, ezt beszántották a földbe, azt a talajban lévő denitrifikáló baktériumok dinitrogén-oxid és nitrogén formájában eltávolítják a levegőbe. Tehát ugyanezt történik a műtrágyázásnál is. Tehát ha valaki nagyon szakszerűen műtrágyázik, akkor az 50%-át hasznosíthatja a bevitt nitrogénnek, összes többit oldatlan a denitrifikáció el fogja távolítani. Foszfor az még rosszabb, ott 6-8% marad a talajban, itt hasznosul, tehát na, csak hogy a hatékonyságát is lássuk ennek a lehetetlenségnek. Na most a
Tehát, hogy csak ott jártam, hogy ez a trágya című történet, ez természetesen nem jó. Már csak azért is végig gondolhatjuk, hogy tehát a természetben nem dolgoz senki semmi ilyesmit a talajba. Persze ez se igaz, mert ugye ott vannak az alagútású bogarak, akik mondjuk a ganétúró bogár, meg a galacsinyhajtó bogár, meg a nagyfejű csajkó, aki persze valamennyi szerves anyagot bedolgoz a talajba, de az nem annyi, hogy én most minden állat alól kiviszem, és akkor ugye a talajba szántom ezeket az anyagokat. Ugye a szegény paraszt, akinek nem volt jószága, az pedig a lekaszált maradvánnyal takart. Mondták, hogy hát a mulcs az a szegény embernek a gyakorlata. Így leszólták, hát még jószága sincs, nem tudja trágyázni. Hát ezt csinálta jobban még annak ellenére, hogy azt se csinálta szakszerűen. És akkor most egy picikét rendet vágjak ebbe a mulcs rengetegbe. Tehát így szeretném elmondani, hogy ugye mulcsnak nevezünk mindenféle takaróanyagot. Én ezt a krétát sokat itt letakarom a Gábor kertjét vele. Ez is mulcs. De hogyha fóliával takarom le, az is mulcs. Tehát minden mulcs, amivel takarok. És hát mulcs a kő is, meg mulcs a papír is, meg minden mulcs. De én nem foglalkozom a nem szerves mulcsokkal, most csak a szerves mulcsokról, tehát tőlem ne kérdezzék, hogy kell fóliázni, mert nem érdekel. Tönkreteszi a talajt, tehát innentől kezdve nincs miről beszélni. Viszont a szerves mulcsokról szeretnék egy kicsit többet mondani. Tehát a szerves mulcs azt jelenti, hogy szerves anyagból van. Most először is ezeket a szerves mulcsokat osztályozhatjuk anyag szerint, és osztályozhatjuk mélység szerint. Hogyha anyag szerint osztályozzuk a szerves mulcsokat, akkor vissza kell térjek ide. Tehát azokat az anyagokat, amelyekben arányaiban több a szén, ennél a 30-35-nél, azokat úgy nevezzük, hogy rostos humuszképzők, vagy barna mulcsok. Jó? Tehát, hogy mindenki jobban értse, hogyha van egy búzamezőm, amíg az a búzamező áll a lábán és él, zöld, addig abba a nitrogén szénarány az ilyen durván 1:12. Ezt ilyenkor nyers humuszképzőnek nevezzük, ugye kevesebb az optimálisnál benne a szén. Ugye, mert az optimális az 1:30-35. Ebben meg csak 1:12 van, tehát ezeket nyers humuszképzőknek, vagy zöld mulcsoknak nevezzük. Jó? Zöld mulcs, barna mulcs, a barna mulcs, a rossz humuszképző, amiben több. Tehát ugye ott mondtam, hogy azt mondja, zöld a búzamező, aztán jön egy idő, megszakad a gyökere, és elkezd zöldből sárgává váltani. Akkor ott van egy állapot, ahol optimális, 1:30-35-ös. Ez nagyon rövid ideig tart, ugye szárad tovább, és lesz belőle szalma. És az a szalma, amit learatunk, az már 1:60-as, vagy 1:80-as. És amíg várunk vele egy évet, az már 1:150-es. Tehát ugye úgy csökken a nitrogén, kimossa belőle a ammónium nitrát formájába a víz, illetve ammónium formájába eltávozik a levegőbe belőle a nitrogén. A szén is csökken benne, mert ugye a baktériumok bontják, csak aztán van egy idő, amikor már nehezen bontható szénformák, tehát a cellulóza, a lignin maradott, és hát akkor már ott állandósodik ez a szénmennyiség. No, tehát ugye akkor a anyag szerint vannak nyers humuszképzők, vannak rostos humuszképzők, és hogyha, és ugye van ennek a kettőnek a keveréke, értető módon, mert nekem ezt a optimálisat kell előállítanom. Ezeket nevezzük kevert mulcsnak. Most itt mondok egy ökölszabályt, és aztán nem kell patika mérleggel méregetni azt, hogy most 1:35, meg mit tudom én, micsoda, hogyha valaki erre rágörcsöl. Tehát, hogyha mondjuk van 20 kg lekaszált, maradjuk a búzánál, tehát zöld állapotban lekaszált búzám, vagy itt lekaszáltam a rétet teljesen zöld állapotába, és ezt összekeverem, két súlyszázalék, tehát 20 kg, két súlyszázalék, összekeverek 10 kg rostos humuszképzővel, tehát például szalmával, akkor ez az arány az, amikor biztos nem rontottam el semmit.
Lehet, hogy nem pont ilyen, de megközelíti. Most minél közelebb van ez az arányhoz, annál gyorsabb lesz a korhadás, minél messzebb van ettől az aránytól, annál lassabb lesz a korhadás, illetve, hogyha nagyon sok benne a nitrogén, ugye akkor nem korhadni fog, hanem rothadni fog, és akkor ezt nevezzük anaerob mulcsnak, ott a talaj felszínén elfolyósodik, elrothad, nem engedi a talaj légzést, és hát minden, ami alatta van, élet, az ki is pusztít gyakorlatilag. Tehát akkor van barna mulcs ezek szerint, ugye azok a rostos humuszképzőkből, szalmából készítek, szénából készítek, faforgásból készítek, papírból készítek mulcsot, ezeket nevezzük barna mulcsnak. Ha frissen levágott zöld dolgokból, a gyomot levágtam, vagy kiúztam, a gyepet levágtam, a füvet lekaszáltam, a lombot leszedtem zöld állapotba, és ezzel mulcsolok, akkor ugye ezeket nevezzük zöld mulcsnak. És hogyha nyers humuszképző, köszönöm, és hogyha ezt a kettőt összekavarjuk, ebbe a kettő súlyszázalék ugye rostos, bocsánat, nyers, és egy súlyszázalék rostos, akkor kapjuk meg ezt az ideális arányt. Ebben a kategóriában van még egy negyedik mulcsféle, amit úgy nevezünk, hogy földmulcs. Tehát, ha valaki komposztál egy külön komposztdomba, és a komposztot kihordja a földre, akkor ezt nevezzük földmulcsnak. Na most ezzel kettő darab baj van. Ezzel nyilván valaki azt mondja, hogy jaj, de jó, komposztáltam, van egy jaj, jó földem, ezt viszem ki a földre. Két baj van vele. Az egyik baj az, hogy hiányzik róla ez az avarszint. A korrony meg az avarszint hiányzik róla. Tehát, hogyha valaki odáig fajul, hogy komposztált, és kivitte a földre a komposztot, és abba akar termelni, akkor föltétlenül építsen rá avarszintet, tehát egy 3-5 centi szalmával takarja le. Jó? Ez nagyon fontos. A másik baj ezzel, hogy másütt komposztálok, tehát ugye az a különbség, hogyha én egy egész kertnyi felületen komposztálok, meg egy komposztdomba komposztálok, hogy a talajjal történő kapcsolat az mindig akkor van meg, ahol ott komposztálok. Tehát tetszene érteni? És komposztáltam egy helyen, ugye csináltam egy ekkora magas komposztdombot, nincs a talajjal legfeljebb, csak ott azon a felületen kapcsolat, ami találkozik, de az se jó, mert túl tömörödött, túl levegőtlen, tehát nem jó. Viszont, hogyha én ezt egy hatalmas felületen szétterítem, ugye, és ott történik a komposztálódás, akkor ez a kapcsolat megvan a talajjal. Tehát ezért nem érdemes igazán földmulcsot használni. De ha rám hallgatnak a kacsák, persze mit akarnak. Na, tehát ez volt az anyag szerint, illetve hát itt még van egy kategória, amiről én most nem fogok beszélni, amit úgy hívunk, hogy élő mulcs. Tehát az élő mulcs az nem egyenlő a takaró növénnyel. Tehát ja most Unió is előírta ezt a kötelező zöldítést, hogy másodveteménynek tessenek egy vagy kétféle takaró növényt ültetni. És hát aztán ősszel beszántják, vagy nem tudom én, tavasszal, amikor már útban, akkor úgynevezett terminálják, tehát például mondjuk valamilyen gyomirtószerrel, általában glifozáttal, mert jól vagyunk már akkor, és akkor ugye a talaj egy bizonyos, az évnek egy bizonyos szakaszában, tehát tovább, mint amikor csak a fővetemény van rajta, takarva van. De ezt úgy hívjuk, hogy takaró növény. Az élő mulcs az azzal több, hogy az élő mulcs az teljesen folytonos talajtakarást biztosít. Térben és időben. Tehát ugye ott nincs ilyen, hogy majd terminálom, megszakítom és felszántom a talajt és majd ültetek meg egyebek, hanem mondjuk, ha még hagyományos talajforgatásos technológiát is használok, mondjuk valaki ősszel elveti a fő veteményét, utána ráveti a majd a jövőbeni takaró növényt, mondjuk egy pillangóst, és akkor mi fog történni, amikor learatja majd június végén, akkor rögtön a tallón megjelenik ugye az alatta addig alászorult takaró növény. És akkor így teljesen folyamatos,
Tehát az a lényeg, hogy soha egyetlen percre ne maradjon a talajfelszín takaratlanul. Tehát ez az élő mulcs. Vagy hát azt is lehet csinálni, hogy tavasszal, tehát elülteti ősszel, és akkor tavasszal meg alávet. Megint csak valami pillangos, akkor ugyanez van, mint az előbb elmondtam. Hát ez még egy elég gagyi így, de a lényeg az, hogy ezzel ugye térünk vissza oda az úgynevezett permakultúrához. A permakultúra az folytonos mezőgazdaságot jelent, minden, most már mindent ráragaszgottak a permakultúrára, meg ki se lehet belőle látni, de a lényeg az, hogy ugye a természet szukcesziókkal dolgozik, az ember meg egynyári kultúrákkal dolgozik. Ősztől, őszig, tavasztól, őszig, tehát ezek az egynyári kultúrák, és közben pedig mindig fedetlen talajok maradnak a takarónövényekkel, ezt a problémát hidaljuk át. No, és akkor most jön mélység szerint a mulcs. Ugye sekély mulcsnak nevezzük azt, ami nem éri el a 20 centi vastagságot. Sekély mulcs, vagy lepel mulcs, sheet mulching az angolban. És hát ennek megvan egy megfelelő protokollja. Általában fő tetejére tesznek valami földmulcsot, és azt ilyen 10-15 centi vastag szalmával letakarják. És aztán ez a sík mulcs, és ráadásul még ugye ezt olyankor úgy alakítják ki rajta ezt a szalma takaró réteget, hogy először elvetik a magokat, vagy elültetik a növényeket magába a földbe, vagy abba a földmulcsba, amit odavittek, és amikor kikelt, akkor mulcsolnak. Ennek az az oka, hogy ha szalmával betakarunk valamit, akkor az szépen visszafogja a napfényt. De nem engedi felmelegíteni tavasszal a talajt, hogy elérje a csirázási hőmérsékletet. Ilyenkor általában 10 napot elveszítünk a vegetációs időből, és hát ezért nem szoktak mondjuk térre takarni, vagy valami. Tehát ezzel ez az egyik probléma többek között. Jó. És ami meghaladja a 20 centi vastagságot takaróba, az nevezzük úgy, hogy mély mulcs. Most eredetileg a mély mulcs az a Ruth Stoutnak, ennek az idős hölgy, hát nem volt még idős, amikor elkezdte persze, de ha megnézzük a interneten, ugye akkor már őt idős korában látjuk, és hát ő azt találta ki 50-es években, írt is róla egy könyvet, hogy kertészkedés munka nélkül, hogy 50-60 centi vastagon, tehát jó, ugye mély mulcs, mert 20 fölött van, szalmával letakarta a földjét. Na most mi tudhatjuk azt, hogy hát ez azért nem jó, mert hogy ugye egy rostos humuszképzővel takart, és ez a rostos humuszképző, ez eleget tesz annak, hogy megvédje a talajt a mechanikai sérülésektől, tehát a kopástól, a kiszáradástól, a betömörödéstől, a tápanyag kimosodástól, de a szalma nem fog önmagába elkorhadni, mert nincs hozzá elég nitrogén. Tehát ebből mi fog következni? Ugye az, hogy nem fog talajt építeni. És ha nem épít talajt, akkor élő világot sem épít olyan mértékben, mint ahogy kellene. Most az, hogy működik a dolog, mit tudom én, hogy szelegeti ki ott belőle a burgonyát, tehát persze, hogy működik, azért, mert az a talaj. És akkor működik. De összességében csak vesztegetjük a szerves anyagot, mert hogy nincs hozzá kellő nitrogénforrás. Tehát ez a Ruth Stout féle szalma mély mulcs gyakorlatilag. Na most ennél jobb az úgynevezett lazanya mulcs. Tehát a lazanya mulcs, az is mély mulcs. Hát biztos mindenki sütött már lazanyát, és ahányan sütnek lazanyát, annyi félét csinálnak. Tehát a lazanya mulcsban is így van, kinek mi jut eszébe, úgy rakosgatja a rétegeket. Biztos sokan lapozgatták már a Toby Hemingway-nek a Gája kertje című könyvét. Nem? Igen. És hát abban lehet találni egy ilyen bombajó, talajjavító lazanya mulcs leírást.
Az a helyzet, hogy ökológiailag nem ökológikus. Tehát, hogy tűnik azért nem, mert mit tudom én, beedvesít a földet, aztán rak rá trágyát. Tehát rárak egy nitrogén forrást a földre. Most ebből mi lesz, ugye megy be a nitrit meg a nitrát a földbe, szeretnénk elkerülni, mert olyan, mintha műtrágyázna. Utána rak rá papírt, utána megint rak rá trágyát. Ugye? És akkor utána, mit tudom én, rak rá 30-35 centi vastag szalmát. Akkor rak rá, mit tudom én, egy kis komposztot, vagy 5 centit, abba fog termeszteni, azt még 10 centi szalmával letakarja. Tehát még ez jó, a vége, vagy a rostos humuszkéző, de gyakorlatilag az a 30-35 centi vastag szalma, az egy, csak egy szénforrás, nincs hozzá nitrogén, a nitrogén meg alá tette. Ugye? Tehát azt kell megjegyezni, hogyha valaki ilyen szendvicset szeretne készíteni, lazanyát, akkor annak az a helyes rétegrendje, hogy a talaj felszínére rakunk egy réteg rostos humuszképzőt, annak a tetejére rakunk egy réteg nyers humuszképzőt, ugye az arány az 2:1 súlyszázalékba, és akkor megint rakunk rostost, megint rakunk nyerset, aztán megint rakunk rostost, megint rakunk nyerset, de a lényeg mindig az, hogy rostossal fejezzük be. Tehát rostossal kezdünk és rostossal fejezzük be. Ugye ennek az a logikája, hogy innen a nyersből a nitrogén lefelé fog utazni, és ezt a szalmát gazdagítja nitrogénbe, ami szegény nitrogénbe, tehát ennek megfelelően ez is alkalmassá válik a korhadásra. Az innen felfelé áramló ammónia ezt a rostos fogja gyarapítani, innen lefelé ugye ezt a rostos gyarapítja, és fent pedig ez a tetején, ez a rostos humuszképző, ez pedig az úgynevezett avarszint szerepét fogja betölteni. Tehát ha valaki lazanyát süt ezentúl, jó, akkor tészta, hús, tészta, hús, tészta, hús, tetejére tészta. Jó, sajt kimaradt. Na, és akkor most jön a komposzthagyó mély mulcs. Tehát én semmi más nem csináltam, csak ezt a kicsi, már elnézést, hogy leszólom a többieket. Tehát ez egy logikátlan, ugye mindazt, amit én eddig elmondtam. És én ebbe csináltam egy kis rendet. És ugye azt mondtam, hogy hát hogyha lazanyát készítünk, tehát kevert mulcsot készítünk, akkor ennek ez a logikája. Ha pedig van homogén anyagunk, ez nem sok van, de mondok mindjárt legalább kettőt, akkor azt egy az egybe tudjuk a talaj takarására használni. Tehát ha ilyen anyagunk van, hogy 30-35, aránylik az egyhez. Na most véletlenül, teljesen véletlenül. Természetes körülmények között ilyen mindig egy elhaló zöld anyag. Tehát a falevél, ami lehullik a fáról, az ilyen. Csak hogy a falevelet nem szabad összegerebjézni, és nem szabad elvinni onnan, mert ott annak a fának arra szüksége van. Tehát kérem szépen, a fának a természetes anyagcsere, körforgása, az annak a fának, aki megtermelte a saját szerves anyagából és a talajból felhozott ásványi anyagokból, az szeretné vissza is juttatni a talajba. Ezt a folyamatot ugye majd a földi giliszta fogja elvégezni, aki, ha megnézzük a fánk alatt, mondjuk a tavaszi időszakra, az összes falevél eltűnik. De természetesen csak akkor fog eltűnni az összes falevél, hogyha előtte nem távolítottuk el a faleveleket. Ha eltávolítottuk a falevelet, akkor éjjel halasztottuk ugye a talajnak a faunáját, és akkor ki fogja ezt a szanitét feladatot elvégezni. Ha nincs, akkor majd lesz, tehát először ott kell hagyni, és akkor majd lesz. Tehát csak, hogy értsék, hogy itt mi történik. Itt az történik, hogy a földi giliszta az azt csinálja, hogy ő ás magának egy ilyen másfél-két méter mély járatot, és ebbe ő lefel járkál. Na most a földi giliszta télen és nyáron sztrájkol. Tehát ő csak tavasszal dolgozik, különben ott van lent az alján ennek a járatnak, és
És hát ugye ez az ő szerencsétlensége, mert mi is akkor dolgozunk. Tehát mi is akkor forgatjuk a talajt, és ezért ez egy konfliktus pont a Földigi Lisztával, mert hogy akkor jön fel, és akkor vágjuk el, meg szántjuk ki, meg tesszük tönkre mindenét. Na, de normál menetben, ugye ő amikor járkál ebbe a járatba, akkor a testnedvét rákeni a járatra. És ezen a testnedven baktériumok szaporodnak el, és ezek a baktériumok azok, amelyek elkorhasztják azokat a faleveleket, amiket a giliszta behúzgál a lukba. Tehát ősszel is, meg tavasszal is behúzgálja a leveleket a lukba, de ő nem eszi ezt meg, mert ő neki ez még nem táplálék, neki először kell egy segítség, aki elkorrasztja ezt a levelet. Tehát ez azért nagyon fontos, mert a természetben mindig minden folyamat egy másikra épül fel. Tehát ugye nekünk ilyen steril szemléletünk van, és akkor nem látjuk ezt a hatalmas rendszert, hogy ez hogy épül egymásra. Ahogy elmondtam, hogy a baktérium, a gomba és a növénynek ez a három oldalú szimbiózisa, ez egy tökéletes egymásra épülés, de nem ennyi van, hanem ott az egész talajtáplálék lánc az egy hatalmas rendszer. De szerintem a lényeg az, hogy amikor a giliszta ezt a megemésztett valamit, majd jó idő után, amikor ezek a baktériumok megemésztették, akkor ő bekebelezi, és akkor a belében lévő ugye agyagásványokkal, amik úgy kerülnek oda, hogy amikor karban tartja ezeket a lukakat, akkor föld szemcsék jutnak a bélrendszerébe, ezeket összekeveri. Tehát ugye azt mondtam, hogy ez a televény úgy keletkezik, hogy ez a korhaj, giliszta korhasztotta a levelet egy baktériummal a járatába, és itt az alatta lévő ugye máló kőzetnek az ásványaiból a belébe összekeveri, és akkor az a casting, az az ő ürüléke, az, amit ő a felszínre hoz. Tessen kell elképzelni, hogy egy hektár talajba, amit nem tettünk tönkre talajmozgatással, abban van több mint egy tonna Földigi Liszta, és ennek az éves szerves anyag termelése, tehát ürülék, az 40,5 tonna. 40,5 tonna. Tehát ingyen, csak a giliszta csinál nekünk 40,5 tonnát. Ebbe kérem szépen 7-szer több foszfor van, 4-szer-5-szer több nitrogén van. Tehát minden ott van benne. Nem tudjuk műtrágyával elérni azt, amit ez az egy élőlény megcsinál, de ugye 15-35 tonna élőlény van. És ez mind csinál valamit nekünk. Tehát hogy ezt kell megérteni, hogy nem szabad elpusztítani azt az életet, aki bennünket segít. Tehát sokkal többet hoz nekünk, mint egy gép. Sokkal többet hoz nekünk, mint egy műtrágya. Mindennél többet hoz. Miért adunk ki mi pénzt? Hát persze a választ tudjuk, hogy miért adunk ki pénzt, mert hát kell, hogy nőjön a GDP, meg kell, hogy éljen a gépipar, sőt, ha rossz májak akarok lenni, akkor meg kell éljen a gyógyszeripar. Mert hogyha nem leszünk betegek, mert egészséges táplálékot teszünk, akkor nem fog az ember a patikába szaladgálni azért, aminek egyébként a növénybe kell benne lennie. Tehát vitaminért megyünk, bélecseppért megyünk, hogy mikroelemekhez jussunk, hát hol élünk, komolyan mondom. Tehát nem is ezen a bolygón. Na, tehát hogy akkor, ugye, akkor visszatérve a mély mulcshoz, tehát csak az történik, hogy akkor optimális anyagokból tudjuk ezt megkeverni. Ez lenne a falevél. A falevélre azt mondtam, hogy azt hagyjuk ott, ahol van, mert az ott kell, tehát ez kiesik a játékból, de amúgy se lenne annyi, hogy betakarjuk Gábornak a portáját. Tehát innentől kezdve ugye marad a 24 órás istáló alom. Úgyhogy az ürüléketeket várom. Igen. Tehát itt arról van szó, hogy az állat 24 óra, egy számos állat, mondjuk egy ló vagy egy marha, áll egy olyan 6-8 kiló, tehát egy fél kisbála szalmán. Jó? És de ez a 24 óra, ez azt jelenti, hogy 24 óra, tehát nem az állat kibejár, aztán lehet, hogy este bent sincs, és már mi azt mondjuk, hogy 24 órás az alom. Hát 24 órá van az istálóban, de az a lényeg, hogy 24 óráig álljon rajta egy számos állat. Elnézést, városi népség, aki nagyon fázik, az jöjjön. Akkor ez ugye kaki pisi lábával összekeveri, és akkor ez optimális. Ez a legjobb.
Na most, de hát kevés ember van már olyan helyzetben, hogy jószágot tart, és akkor innentől kezdve dűl ez a koncepció. A másik lehetőség, és ez az, ami mindenki számára rendelkezésre áll, hogy ugye egy